Főz a város, főz a megye, köszöntöm nézőinket a Főispán étteremből. Mai vendégünk az ANTS Tolna megyei intézetéből érkezett, a közegészségügyi osztály osztályvezető főorvosa. Gondolom sokan már tudják dr. Bocskai Tündel mellettem. Tündével, kedves nézőink, mi tegeződő viszonyban vagyunk, és úgy döntöttünk, hogy ezen a főzés alkalmával sem fogunk változtatni, úgyhogy hát egy baráti főzés lesz ez a mai, én ezt elárulhatom önöknek. Tünde, mielőtt elmondanád, hogy mit főzöl, azért egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen a te viszonyod a konyhával. Amikor megtaláltalak a felkéréssel, akkor a lányaid azt mondták, hogy jobb alanyt nem is választhattam volna. Hát tulajdonképpen én egy ilyen konzervatív családban nőttem fel, ahol az egy dolog volt annak idején, amikor én még kislány voltam, ami elég régen volt, hogy a tündékének jó a bizonyítványa, de a lánynak mosni, varni, főzni, sütni és minden egyéb háztartási munkát, azt egyszerűen meg kellett tanulni. Úgyhogy én körülbelül 13 éves koromban kezdtem el főzni, és hát ezt folytatom azóta is. Ma milyen ételeket hoztál nekünk? Tulajdonképpen nálam azért olyan nagyon sok időm nincsen, tehát ez egy fontos szempont, hogy viszonylag egyszerűen, gyorsan elkészíthető ennivaló legyen az asztalon, de azért mindig legyen valami az asztalon, mert azért a mi családunkban ez egy nagyon fontos helyszíne a családi összejöveteleknek, hogy leülünk egy szépen terített asztal mellé, ott nagyon sok mindent megbeszélünk, és közben azért az ennivaló is elfogy. És akkor ma mi lesz, ami az asztalra kerül? Hát ma tulajdonképpen szintén ez könnyen, gyorsan elkészíthető. Nálunk úgy hívják, hogy gombás csirke kleinmódra, mivel ez nem tőlem származik a recept, hanem a nagyobb gyerekemnek a keresztapjától. És csinálunk hozzá egy kis cicegét, ami tulajdonképpen talán így idegen a neve, de tócsninak, rösztinek, röstinek is szokták emlegetni tulajdonképpen. És milyen finom. Igen, szerintem is. Most nyeltünk ettől nagyot. És utána pedig desszertnek tiramisút csinálnék, aminek szintén közkézen forog számtalan receptje. Amiért én most ezt választottam, az az, hogy nem tudom meghazudtolni ANTS-es mi voltamat. A közkézen forgó receptek általában a nyers tojássárgáját is kevernek a krémjébe, és én most ezt szeretném bizonyítani, hogy a tiramisút lehet nyers tojássárgája nélkül is nagyon finomra csinálni, és lényegesen kevesebb veszélyforrást hordoz akkor ez az édesség. No, hát megtudtunk mindent, és hát akkor szerintem nincs más hátra tűnne, mint hogy nekiálljunk az ételnek, mivel kezdünk. Hát legjobb lesz, hogyha felkészítjük a gombás csirkét, mert amíg az békességben elfő magába, és megpuhul, és félig készen lesz, addig az összes többi dolgot meg tudjuk csinálni. Hát itt nagyon könnyű dolgunk van, ugye, mert már előkészítettek nagyon sok mindent, úgyhogy akkor szokásosan elkezdjük a hagymavágással. Ugye a nézők látják, tehát hagyma, gomba, és akkor még a csirke. Néhány dutigereszt fokhagymáról sem fogunk elfelejtkezni. Hát hogy ne, igazából azt hiszem, hogy ez az egyik olyan fűszer, ami megadja a savaborsát. A hagymát apróra, szeletekre? Hát az az igazság, hogy tulajdonképpen ahogy sikerül, tehát nincsen ennek olyan nagyon szigorú szabálya, ugyanis mire megfő a csirke, meg megfő a gomba, meg behavarjuk, addigra szétfő ez a hagyma is, úgyhogy nem kell nagyon apróra vágni. Ez egy olyan kényelmes recept. Az az igazság, hogy nálam minden recept ilyen kényelmes recept, és nincsenek szigorú szabályok. Szerintem, amikor valaki kezdőháziasszony, akkor mindig görcsöl, és mindig meg akar felelni a szakácskönyvnek. Aztán, amikor már valaki annyit főzött, mint én, akkor azért rájön, hogy a konyha technikával nagyon sok mindent lehet aztán a későbbiekben alcázni. És akkor és jó lesz a végeredmény, hogyha nem is annyira szigorúan ragaszkodunk a szakácskönyvben előírtakhoz. A fokhagyma is tehát nagyon egyszerűen felszeletelésre került, és tényleg itt a hagymát tulajdonképpen meg kell csak párolni, és utána folytatódik tovább. Kérdezem Tündét, hogy mivel a többi hozzávalót és a húst és a gombát is így fel kell aprítani? Nem. A hús ugye itt van már szeletekben. Tehát ez így mondhatni, hogy... Megkaphatnám azt a kis csipesszerű szerszámot. Így van. És ezt el is mondhatjuk, jó, hogy egy szépen. Otthoni darab, ami így van. Tünde konyhájának szerves része. Tulajdonképpen ide betesszük most a szeletekre vágott húsit. És egy picit megkapatjuk gyorsan mind a két oldalát,
Ennek tulajdonképpen tudományos alapja is van, mert ilyenkor a hirtelen kicsapódó fehérjék egy kicsit bent tartják a húsiba az ízét, és nem fog annyira kifőni belőle. Eddig még nem használtunk, hát nyilván a hagymán és a fokhagymán kívül semmiféle ízesítőszert, fűszert, ez majd később? Így van, most egy picikét megsózzuk. Melyik is a só? Ez a só, igen. Adom a sót, közelebb teszem a borsot, hát ha szükség lesz rá, de ahogy én itt nézem a hozzávalók közül, tényleg ezek az alapfűszerek kellenek az ételhez, tehát nincsen. Így van. Semmi különlegesség. Na most miután itt mind a két oldalát megkapattuk a húsinak, löttyintünk rá egy kis fehérbort. Van-e kedvenced a fehér borok között, amit hát sokszor sokan mondják, hogy vétek elfőzni, de hát ugye van egy olyan mondás, hogy ildomos az ételbe beletenni azt a bort, amit majd később hozzáfogyasztunk is. Így van. Tulajdonképpen én ugye Észak-Dunántúlról származom, Veszprém megyéből, és ott a soblói boroknak van igen nagy hagyománya. Egyébként ezt most ugye a bort ráöntöttük, lefedjük, és sorsára hagyjuk. Tulajdonképpen a húsi is fog majd egy kis levet ereszteni, és addig, amíg ez megtörténik, egy kicsit lejjebb vesszük a tüzet. Tehát akkor mondhatjuk, hogy egy olyan közepes hőfokon dolgozunk. Ez hogy működik? Egy pillanat, így megtörténik, így van, és akkor közepes hőfok, hogy nehogy baj történjen. És akkor addig gyorsan-gyorsan felszeleteljük a gombát. Ami majd nyilván tudjuk a gombáról, hogy nem kell neki sok idő, később, amikor már megfelelő készültségen van a húsunk, van, akkor itt kerül hozzá. Tulajdonképpen a gomba az egyrészt hamar megfő, másrészt azért az is nagyon jó benne, hogy azért nem szokott szétfőni. Tehát tulajdonképpen most a gombát, hogyha kicsit előbb tesszük rá, mint szokásosan, ugyanis ennek jó sok leve lesz, és nem kell vízzel felereszteni az ételt, hanem így a húsnak és a gombának a levében általában megpárolódik. Hát nyilván közben azért majd ránézünk, és hogyha szükség lenne, akkor egy kis vízzel felengedjük. Az étel tehát teszi a dolgát, fő, közben Tünde pedig már a köreten dolgozik. Egy nagyon helyes kis reszelő, én bízom benne, hogy minél többek háztartásában már megtalálható. Tünde saját darabja ez is, és hát elhozta. Én magam is ilyet használok, úgyhogy tudom, hogy mennyire kényelmes és jó darab. Nem történt más eddig, mint hogy a burgonyát lereszeltük tulajdonképpen. Na most ennek a receptje, ez típusosan olyan, amit én a gyógyszertan tanulmányaimban úgy mondják, hogy quantum satis. Tehát ez egy latin kifejezés, azt jelenti, hogy amennyi szükséges. Úgyhogy van egy adag krumplink. Ezt most így elmondhatjuk, hogy nézem, ez ilyen négy szem krumpli volt. Így van, körülbelül. Így a tálba négy közepes került. Burgonya, ugye így szokták mondani hivatalosan. Igen. És akkor ehhez hozzáteszünk egy tojást. De aztán lehet, hogy kettő lesz belőle, majd meglátjuk az állagát a dolgoknak. Azt hiszem, ez talán a tejföl. Egy kanál. Meg még egy kanál. Két kanál, három meg kanál. Esetleg három. Aztán akkor... Azért én közben azt is hozzátenném, Tünde, hogy én tudom és magam is tettem már ezt, hogy én tócsniként ismerem egyébként ugye? A köretet, hogy ezt önmagában egy könnyebb, vagy hát könnyebb, mondjuk azért elég laktató étel, de úgy vacsorára csak magában, tehát mindenféle hús nélkül is szoktuk fogyasztani, tehát akár ez... most itt két legyet is lehet ütni egy csapásra. Így van, tehát tulajdonképpen nálunk ez, mikor... már idézett gyerekkoromban, ez egy ilyen, akkor még szombaton kellett dolgozni. Tehát ez egy típusos szombat déli ebéd volt, mert pillanatok alatt megvan. Esetleg valami húsos levest, hogyha csinálunk mellé egy gulyást, vagy bármit, amit előre el lehetett készíteni, akkor ez önálló második fogásként is elmegy. Úgyhogy amikor ezt csinálom, akkor biztonság kedvéért mindig szoktam a húsi mellé kifőzni egy kis rizst is, mert előfordul az, hogy a cicege az elfogy, mire tálalni kell. És akkor most só, egészen bors, egyszerűen liszt. Nekiállunk és összeszuszmákoljuk. És tulajdonképpen az érzések itt
itt jönnek elő már, ami az anyaghányadokat illeti, hogyha valaki úgy érzi, hogy egy picit lágy, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem elég összetartó még a massza, akkor azt egy-egy kanál liszttel, vagy éppen tojással lehet erősíteni. Így van. Most típusosan ebbe teszünk még egy kis tojást, mert ennek azért egy kicsit hígabbnak kell lenni, hogy kanállal aztán tudjuk adagolni majd az olajba. Érlelődik egy kicsit a köret masszája, hogy minél jobban összeérjenek természetesen az ízek. Addig azonban a jó házi asszony nem tétlenkedik, hanem már rá is tér a desszertre. Tünde, ugye mondtad, hogy bár én magam is nagyon szeretem ezt az édességet, és mondtad, hogy nagyon egyszerű elkészíteni, és tényleg, hogy az én baráti körömben is a lányok kitűnően csinálják. Én magam még soha nem mertem nekiállni. Valahogy nekem mindig az az érzésem, hogy ez azért bonyolult. Ez tulajdonképpen olyan rém egyszerű, hogy igazán nagyon. Kell csinálnunk egy kakaós piskótát, ugye az már itt előre elkészítődött. Vagy zárójelben megjegyezhetjük, hogy ahogy ebben a jelen esetben is megtörtént, akár készen is megvehetjük. Készen is megvehetjük a piskótát, de azért jobb, amit otthon csinálunk. És értettük. A piskóta az egy teljesen típusosan olyan sütemény, ami 10 perc alatt össze lehet keverni, mert hogy robotgéppel felvered a habot, összekevered, még mérleget se kell hozzá elővenni. Tehát ez a típusos kanalas recept. Ahány tojás, annyi kanál cukor, annyi kanál liszt. A két masszát szépen összekutyulod, és utána már csak sül, és azzal nincsen semmiféle gond. No, ha ezt megtettük, tehát, akkor állunk neki van. A piskótánk ugye kész van, és tulajdonképpen ez egy tényleg rém egyszerű recept, mert kell hozzá egy doboz mascarpone sajt. Én azért először eléggé gyanakodtam, amikor meghallottam, hogy sajtból van a hát igen, krém, ezt meg kell szoknunk, ez az olasz konyhának ugyanakkor az egyik alapvető része az édességek tekintetében, hát sőt, mi több ugye az angoloknál pedig hát ismerjük a sajttortát is, ami kifejezetten egy édes sütemény. Így van, és ez az a tiramisúnak is ez a mascarpone sajt az alapja, és tényes való, hogy ez egy nagyon finom édesség. Tehát tulajdonképpen egyedül mosogatás szempontjából nem célszerű édesség a tiramisú, hiszen külön fel kell verni a tejszínhabot. Ez már megtörtént, igen. Így van, és egy másik tálban pedig előkészítjük a sajtos krémet, amiben beletesszük a mascarpone sajtot, teszünk hozzá porcukrot. Ez tulajdonképpen szintén quantum satis ízlés dolga, hogy mennyit teszünk bele, hiszen mennyire édes szájú a család, ez azon is múlik. És ezt mindenképpen közelebb készítem. Így van, kell hozzá löttyinteni egy pici alkoholt. Tulajdonképpen ugye az eredeti recept szerint rumot kell beletenni. Nálunk az az igazság, hogy mindig olyan szesz kerül bele, ami éppen otthon van, mert nálunk nem nagyon iszák, és amit így ajándékba kapunk, azt így el szoktuk sütögetni. És akkor tulajdonképpen kézi vagy gépi erővel ezt hevesen elkezdjük keverni ezt a krémet, és az ember nem is gondolná, de hihetetlen hamar és hihetetlen kemény lesz ez a krém, tojás sárgája nélkül is, hiszen azt mondtam, hogy nagyon sok recept tartalmazza azt, hogy tojássárgáját, nyers tojássárgáját kell beletenni a krémbe. És én tulajdonképpen mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy a nyers tojás sárgájával készült akár édes, akár sós, vagy bármilyen ennivalótól óvakodjunk, hiszen azért az az igazság, hogy a magyarországi és az európai csirkeállomány sem szalmonellamentes. A szalmonella az akkor is benne lehet magában, benne a tojásban, a tojás sárgájában, hogyha esetleg, amit nem szoktunk a háztartásba, de fertőtlenítenénk a tojást. Úgyhogy, és az a pár szalmonella... Jobb az óvatosság így ezek van. Szerint. Hogyha mondjuk egy szalmonellás tojás sárgája belekerül egy ilyen édes, krémes közegbe, annyira örülnek, és úgy elkezd benne szaporodni, hogy... Öröm lesz nézni aztán az ANTS-ben a vizsgálatok során. Tünde, tulajdonképpen felverjük tehát ezt a krémet, és utána szépen adagolva hozzákerül majd a tejszínhab. Így van, ez az egyetlen fontos dolog még, hogy nem fordítva, tehát nem a sajtot keverjük a tejszínhabba, hanem a tejszínhabot keverjük bele a sajtos krémbe.
Összekevertük tehát a krémet, és Tünde most már felkockázza, ahogy azt önök is látják, a piskótát, és hát mi egy ilyen kis bemutató kis desszertet fogunk most készíteni, de nyilván aki szeretné, az mindenkinek külön, akár otthon így el is készítheti, vagy hát egybe elosztva. Ezt addig kell rétegezni, amíg tartanak a hozzávalók. No, hát akkor a rétegezés jön. Hogyan is? A rétegezés jön, ez tulajdonképpen már teljesen egyszerű. Kezdjük a krémmel. Ezt elegyengetjük így a tálnak az alján. És akkor szépen szorosan lerakjuk piskóta kockákkal. Miért jobb azt tűnne, hogy esetleg nem egyben rakjuk rá a piskótát? Hát tulajdonképpen ugye, amikor így rétegezünk egy süteményt, akkor azt praktikusan kanállal fogjuk kiszedni. És így akkor egyszer. Így egyszer. Már meg is van a magyarázat. Viszont jó szorosan rakjuk, mivel hogy ezt meg fogjuk locsolni majd kávéval. Minden egyes réteget? Minden egyes tészta réteget, így van, kávéval, illetőleg egy kis szesszel. Ugye kivéve, hogyha nagy mennyiségű gyerek van a vendégségben, mert akkor inkább csak a kávéba teszünk egy kis rumaromát, és ezzel a kávéval locsoljuk meg. De most gondoljunk a felnőttekre. Tehát egy kis fekete kávé. Tényleg csak, ahogy látták, egy gondolatnyi. Így van. És egy kis alkohol. És ez így folytatódik tovább, amíg a hozzávalók tartanak. Így van. A tál. A térem is ugye a hűtőbe került, és hát szintén érlelődik a főfogás utánra, hogy minél finomabb legyen. Közben pedig már itt a habarás készül a főételhez. El kell árulnom, Tünde, hogy már más is volt, aki hozott magával ilyen edény, tehát ez valamit biztos, hogy tud. Ez valamit biztos, hogy tud, és tulajdonképpen, hát szóval ez a nosztalgia, ez borzasztó, de akkor, mikor én tanultam főzni, akkor ugye az, hogy valaki szépen simán tudjon habarni, hogy engem mit gyötört a nagymamám, az nem emberi. Én később is aztán mindenféle spéci fakanalakat, meg ilyen kis lyukas, meg csillag alakú az alján kipróbáltam, de azért az mindig kétesélyes volt, hogy az szép és csomómentes lesz-e az a habarás. Most ez az eszköz, ez nem akarok neki reklámot csinálni, de ez valami szuper. Beletesszük az összes hozzávaló, tehát egy kis lisztet, egy kis tejfölt, összeállítjuk a szerkezetet, így. És akkor utána heves mozdulatokkal az összes agressziónkat kiélve rajta. Mi mindenre jó a főzés? Így van. Gondolták volna? Hevesen rázzuk. Közben ide azt képzelünk, akit akarunk, akit úgy szívesen megráznánk. És tulajdonképpen ezek után levesszük a kis fedőt, és kerül bele az ételhez a habarás, ennyi? Igen, amikor érezzük, hogy ez olyan jó sűrű akar lenni, akkor azt gondoljuk, hogy ez nehezen fog innen kifolyni, tehát ilyenkor egy pici vizet teszünk hozzá. És egyébként ez az eszköz az is, azért is jó, mert az én nagymamám, sokszor idézett nagymamám, az igazán nagyon takarékos asszony volt, és ez az eszköz ez azért is jó, mert amikor hozzátesszük ezt a habarást, akkor utána egy pici vizet engedünk, még egyszer összerázunk, és szinte az utolsó cseppig kijön a tejföl, tehát nincsen eldobandó maradékanyag, ami azért abban az időben, amikor a nagymamám engem tanított főzni, egy fontos szempont volt, meg azt hiszem, hogy most is az lesz egyre inkább. Tulajdonképpen a habarásnak szerintem még egy titka van. Nem szabad, hogy lohogjon az étel, tehát hogy nagyon meleg legyen. Tehát habarás előtt egy picit leszoktam venni, hogy a forrás az szűnjön meg az ételbe. Úgy öntöm hozzá ezt a tejfölös lisztes műsungot, és mikor már elkevertem, úgy teszem vissza, hogy aztán utána összeforjon a készétel. Ilyen tehát a habarás után az étel, egyet rottyant, ugye? Így van, és azonnal besűrűsödik, eléri a megfelelő állagát, és akkor most ezt levesszük a tűzről, rátesszük a tetejét, és befejezetnek nyilvánítjuk, és nincs is már semmi más dolgunk, mint hogy ki süssük hozzá a köretet.
A köretnél van-e valami jó tanács? A tocsnit van, aki egy kicsit úgy lapogatja, van, aki egyszerűen mindjárt az olajba teszi, te hogyan szoktad, mi az, ami nálatok tulajdonképpen ugye attól függ, hogy milyen állagút szeretnénk. Nálunk ez a kedveltebb, ami ilyen, hát ilyen hígnokedli tésztának mondanám. De lehet ez sűrűbb is. Ez lehet sűrűbb, hogyha egy kicsit több lisztet teszünk bele, akkor lapogathatjuk, hogyha még többet teszünk bele, akár sodorhatjuk is. Tulajdonképpen azért nekem ugye két lányom van, ők azért mindig aggódnak a vonalaik miatt, és ezzel magam sem vagyok másképpen. Úgyhogy tulajdonképpen mi ezt a lágyabb állagot szeretjük, amiben viszonylag kevés liszt van, csak éppen annyi, amennyi aztán összefogja, és ezt a kanalas módszert szoktam a kisütésnél alkalmazni, amivel aztán olyan nagyjából egyforma nagyságú citegét, tócsni, prösztit lehet aztán csinálni. És gondolom, hogy ez tulajdonképpen annyi, hogy aranybarnára sütjük. Aranybarnára sütjük, igen, friss meleg olajban. Elkészültünk, itt láthatják a végeredményt, azt hiszem, hogy incsiklandóak a falatok. Ugye a desszertnél még talán annyit nem mondtunk el, Tünde, hogy kakaóporral szórtuk meg a legfelső réteget, és hát nyilván utána került a hűtőbe. Most aki természetesen jobban kedveli a kakaóport, az többet szórhat rá. Úgy, ahogy tulajdonképpen az egész főzés alapján mondtad, itt mindenki ízlése szerint korrigálhat mindent. Nálatok mit lehet mondani, mi a hagyomány az étkezésnél? Úgymond megadjátok a módját, vagy inkább a rohanó hétköznapokban gyorsan bekapva pár falatot ültök le az asztal mellé? Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a vacsora azért az nálunk egy szent dolog, tehát nekem van 7 darab abroszom, ami mindennapi használatra van, és én úgy gondolom, hogy az fontos, hogy egy terített asztalhoz egy nap egyszer üljön le a család. És a hétvégi étkezéseknél pedig szombat-vasárnap azért az ebéd az a fő attrakció, amikor azért többen vagyunk, amikor esetleg anyósom is jön hozzánk, meg a férjem is biztosabban itthon van, és akkor az olyan jó érzés egy tele asztal. Így van, és milyen jókat lehet enni, Tünde. Én arra kérlek még, hogy mondd el, hogy mi a bor ajánlatod ehhez az ételhez. Ez tulajdonképpen szárnyas étel, tehát ehhez kétféle ajánlatom lenne. Az egyik a sárosdi rozé, vagy pedig a somlói juhfark. Ez azt hiszem, hogy mind a kettő nagyon passzolna hozzá. És a desszerthez pedig azt hiszem, hogy itt a környéken én a leginkább kedvelt desszertbor az a cserszegi fűszeres, amit szintén szívesen ajánlok a tiramisú után. Tökéletes volt tehát az étel, hozzá egy tökéletes borajánlat. Kedves nézőink, én nem mondhatok mást, mint hogy próbálják ki a receptet. Tündének köszönöm, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztotta. Köszönöm, és hát mindannyian kedves egészségére. Egészségünkre.